Egy külföldi munkást megölt és 7 embert megsebesített Izraelben az a rakéta, amit Libanon területéről lőttek ki, derült ki izraeli hírforrásokból. A sebesültek közül 2 válságos állapotban vannak. A támadást ezidáig egyetlen szervezet sem vállalta magára. Kairóban eközben tovább folynak a tárgyalások. Az Arab Liga tanács egy olyan megállapodás tervezetén dolgozik, amely lehetővé tenni a gázai övezetben még mindig fogva tartott, mintegy 130 túsz egy részének szabadon bocsájtását a háború szüneteltetéséért cserébe. Vasárnap a gázai övezet déli részén fekvő Rafakban 13 ember meghalt egy izraeli támadásban. Október 7-e óta több mint 30 ezer palesztin halt meg Gázában, közölte a Hamas által vezetett egészségügyi minisztérium. A gázai háború tovább terjedésétől tart az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Volker Türk hétfőn azt mondta, aggódik amiatt, hogy ennek a puskaporos hordónak, ahogyan ő nevezte a gázai konfliktust, sokkal szélesebb körű hatásai lesznek.